telefonról le, laptopról le. Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni. Hát egy érdekes kutatásról fogunk beszélgetni Palocsai Gézával, a Jófogás és a használtautó.hu ügyvezető igazgatójával. Ez az mobilos trendek. Igen, ez az utolsó adásunk együtt így az évben, és a legfontosabb mobilos trendeket vesszük át, meg hogy mire számíthatunk 2022-ben. De előtte, hát ugye a hírekbe bekerültetek, szervusz Géza, itt vagy, ugye? Igen, sziasztok, jó reggelt. Bekerültetek a hírekbe, a gazdasági versenyhivatal vizsgálatot folytat a használtautó.hu és a Jófogás oldalak üzemeltetőivel szemben, mert a kedvezmény rendszere és a szolgáltatásai alkalmasak lehetnek a versenytársak kiszorítására. Az ez autókereskedőkre vonatkozik, ezt írja a GVH. Mi történt? Hát ahogy több helyen a sajtóban is megjelent, van ugye egy ilyen versenyfelügyeleti eljárás, és igazából ennek az eljárásnak, tehát a vizsgálatnak a része az, hogy azok a kedvezményrendszerek, amelyek a használtautó.hu oldalán, illetve a Jófogás oldalán vannak, azok alkalmasak lehetnek-e arra, hogy a tisztességes versenyt azt torzítsák. Ugye az egész hírnek az apropója az igazából az volt, hogy most itt a használtautó.hu-nak a partnereit, vagy nem partnereit, a lényeg az, hogy autókereskedők részére különböző kérdéseket tesz föl a hivatal, és így igyekszik tájékozódni az üggyel kapcsolatosan. Mivel ez egy folyamatban levő ügy, nyilván tudtunk róla már azelőtt is, hogy a sajtóban megjelent ezzel kapcsolatosan néhány hír, ezért most még nem lehet erről többet mondani. Uh-huh. Az teljesen természetes, hogy együttműködünk, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a szolgáltatásaink méretéből adódóan nem meglepő dolog az, hogy bizonyos időközönként vannak olyan vizsgálatok, amelyek azt nézik meg, hogy minden rendben van-e. Uh-huh. Jó, okay. Hát akkor majd nézzük, hogy mi történik a hírekben. Na nézzük ezt a kutatást, az Appeni által összegyűjtött legfontosabb mobilos trendek. Így van, itt az év vége, arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit azzal foglalkoznánk, hogy az elkereskedelmen túl, ugye, ami a legtöbbet velünk van a mindennapokban, az a mobiltelefonunk és a mobiltelefonokon levő költések, illetve a különböző applikációkkal kapcsolatos aktivitásaink hogyan viszonyulnak mondjuk az elkereskedelem fejlődésével kapcsolatosan, vagy összehasonlítva. Ugye az Appeni készítette erre egy kutatást, és ebből igyekeztem kiválasztani azokat a pontosabb dolgokat, amelyek talán érdemes lehet megemlíteni. Ugye az látszódott az idei Black Friday-ból, akár az ázsiai piacokat néztük, akár az amerikai klasszikus Black Friday-t, hogy nem volt kétszámjegyű növekedés, és hogy ennek az okait azért sokat vizsgáltuk. Na hát a mobilos költések esetében nem volt ilyen probléma, ugyanis 2021-ben várhatóan 20%-kal nő majd az az össz elköltött pénzmennyiség, amelyet különböző mobilos szolgáltatásokra költöttünk el. Uh-huh. Ezzel együtt ugye ez nagyjából egy ilyen 140 milliárd dolláros értéket jelent, és ebben az a nagyon érdekes, hogy és talán meg is magyarázhatja azt, hogyha az Apple részvényekbe az embereket próbálják rávenni, hogy fektessenek, mert hogy tovább fognak növekedni, ugyanis ennek a nagy 140 milliárd dolláros összegnek a jelentős részét, tehát nagyjából minden dollárból egy ilyen 65 centet az iOS applikációs rendszeren keresztül költötték el, és ez azért nagyon érdekes, mert világviszonylatban megnézzük mondjuk az operációs rendszereknek. Hát akkor nem az iOS vezet, hanem az androidos alkalmazások mégis ott költenek többet, ez némileg ilyen ellentmondásos nekem. Abszolút, ugye megvizsgáltam azt is, hogy néz ki, ugye, ahogy te is említetted, ha világviszonylatban nézzük a különböző operációs rendszereknek az elterjedését, akkor 70-28 az Android javára az iOS-tel szemben. Ez a mérőszám, ez az Európai Unión belül 64%-a, 64-35 az Android javára. Magyarországon egyébként 77-22, tehát itt még erősebb az Androidnak a térnyerése. Amerikában viszont az Android 45% és az iOS 54%. Tehát vannak azért olyan országok, ahol az iOS sokkal erősebb, és látszódik, hogy ezeknek a piacoknak a vásárlóereje elég magas. És hogyha már potenciáról beszéltünk, akkor mit gondoltok, hogy Ázsiában mekkora lehet ez az arány? Az Android és az iOS tekintetében. Hát, ugye ott szeretik azért a luxus termékeket, és gyanítom, hogy akkor nincsenek olyan
tehát jobb helyzetben van az iOS érzésem szerint, mint mondjuk világviszonylatban az átlagot nézve, vagy Európát, az európai átlagot nézve. Hát ez most nem nyert, 83-16 az Android, Indiában pedig 95-3. Hát de akkor még kevésbé értem. Tehát akkor az amerikaiak annyit költenek, hogy simán felborítják az Android iOS egyensúlyt. Mert azért az, hogy kisebbségben van az iOS operációs rendszer, és mégis ugye 65 centet költenek el minden dollárból, és azt iOS-en teszik, az nekem nem jön össze. Szórják a pénzt az amerikai fogyasztók? Ez lehet a magyarázat. Így van, illetve a legnagyobb részét a költéseknek a játékosok adják. Ugye ők járulnak hozzá az iOS költéseknek nagyjából a 60%-ához, tehát azok, akik online játékokkal játszanak, és ugye azért arról is beszéltünk ebben az évben, hogy kifejezetten Kínában milyen tiltásokat vezettek be a különböző gaming szolgáltatásokra. Tehát azért nyilván nagy piac van, óriási potenciál van az ázsiai piacokban, de azért az látszódik, hogy Amerikában egyelőre még a vásárlóerő magasabb. Aha, oké. Mik a legnépszerűbb alkalmazások? Ez is egy nagyon érdekes kör lehet. Akár az App Store-ban, akár a Google Play-nél. Hát az kiderült ugye, hogy játékosok költik a legtöbbet. Akkor valószínűleg a játékok. Hát a játékok azok nyilván nagyon népszerűek, ugye itt kétféle részt érdemes megnézni, vannak ugye, hogy mi az, amit a legtöbbet letöltenek, tehát ott hogy néz ki ez a klub, egyébként azok azon applikációk, amelyek több mint 1 milliárd alkalmat töltöttek le, az egy nagyjából 22 alkalmazást tartalmazó ilyen elit klub, hogyha fogalmazhatunk így, és vannak azok az applikációk, amelyek nagyon előre törtek most a letöltésben az elmúlt időszakban. Az látszik 2021-ben, 2020-hoz képest, hogy a különböző közösségi média felületek, illetve az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások azok, amelyek elképesztő mennyiségben növekedtek letöltésszámban. De ha már azt néztük, hogy a költéseknek az arány az nagyjából 20%-kal nőtt, a letöltéseknek a száma az 7%-kal nőtt az előző évhez képest, tehát itt azért van egy fajta lassulás, és az Android világviszonylatban levő térnyerése, illetve nagy elterjedtsége miatt nyilvánvalóan a Google Play Store-ból töltik le a legtöbb applikációkat. Ami látszódik, az az, hogy például az úgynevezett breakout downloadok kategóriájában az első két helyen videószerkesztő alkalmazásokról beszélünk. Tehát egy pár évvel ezelőtt lehetett a képszerkesztő alkalmazásokat nézni, amikor az Instagram ment nagyon, és a TikToknak az előretörésével, illetve a különböző livestream szolgáltatásoknak az előretörésével előtérbe kerültek azok a szolgáltatások, amelyek segítenek a videókat megvágni, különböző effekteket rátenni, és ebből szereznek pénzt a streamereknek, úgyhogy az első helyen ez áll, illetve a másik, ami nagyon fontos, az úgynevezett MX takatak, ami valószínűleg nem sok embernek mond bármi. A világon semmit. Szerintem most hallotta mindenki először tőled. Tehát MX takatak, értjük? De mit tud az MX takatak? Ha bementek egy indiai étterembe, akkor a Dharma Kani mellett talán ez az MX takatak lesz a másik, amit érteni fognak, hogyha ott indiaiak dolgoznak. Ugyanis ez India saját készítésű rövid videós alkalmazás, ami TikTok ellen indult, illetve hát ugye a TikTokot kitiltották Indiából. Ja, hát igen. Hasonló problémák voltak, mint Amerikában, ugye itt különböző adatbiztonsági, és egyébként, tehát hogy félelem volt, és azért India és Kína között nem feltétlenül mindig rózsás a hangulat, és látszódik, hogy itt egy ekkora piacon ráindítasz egy kvázi saját TikTok jellegű szolgáltatást, és azonnal be tud kerülni egy top 2-be éves viszonylatban világszinten, úgyhogy van egyfajta eltolódás a videós alkalmazások felé, és látszódik az is, hogy ezeknek az alkalmazásoknak az e-kereskedelemben is egyre nagyobb szerepük van. Ugye beszéltük már a livestream dolgokról, vagy azt, hogy a videóban hogy helyezel el különböző reklámokat, és ez várhatóan a következő időszakban is. A letöltésekről beszéltünk, de ezekre költik a legtöbb pénzt is? A videóvágó alkalmazásokra? Nem, hát alapvetően a játékokra költik a pénznek a legnagyobb részét, tehát több mint a felét. És az látszik, hogyha trendekről beszélhetünk már mondjuk 2022-ben, akkor ugye az egyik kulcs szó 2021-ben a metaverzum volt,
és az látszik, hogy a metaverzumhoz kapcsolódó játékok, és itt most kifejezetten ugye a Facebook nagyon ügyesen nevezi át magát Metára, és igyekszik ezt a nevet is leuralni, mint fogalmat, de a metaverzum alatt alapvetően azt értjük, hogy olyan környezetben játszunk, ahol egy úgynevezett avatar nak a személyében működünk, és ez az avatar játszik helyettünk egy kvázi egy zárt világban, ugye ehhez hasonló például a Fortnite, de a Fortnite és a Fortnite az egy metaverse jellegű játék. A Fortnite abból a szempontból különleges, és mindenki ezt szeretné másolni, hogy egy klasszikus játékból hogyan lehet egy majdnem hogy egy zárt világot, egy zárt közösséget is létrehozni, és a játékon túl hogyan lehet ennek egy közösségi formáló ereje. Arra számítanak az elemzők, hogy a következő pár évben több mint 3 milliárd dollárt is elérhet az az összeg, amelyet az ilyen típusú játékok be tudnak zsebelni. És akkor a TikTok elkereskedelmi funkcióiról lejtsünk még néhány szót búcsúzás előtt, mert ott meg én olvastam egy magyar szájton, hogy kimondottan ilyen irányban fejlesztik a TikTokot is, hogy ott a videó, de már termékajánlások vannak, már reklámok vannak benne, tehát ott is kezd el üzlete tiesedni egy kicsit ez a történet. Így van, a TikTok, a várakozásoknak megfelelően a TikTok várhatóan meg fogja haladni a 1,5 milliárdos havi aktív felhasználói bázist. Amit, hogyha kontextusba akarunk helyezni, akkor az Instagramnál ez körülbelül 1 milliárd, a Facebooknál pedig 2,8, ami a legnagyobb közösségi média platform. Ahhoz képest, hogy 2018-ban indultak, vagy 2018-ban nem volt még 200 millió felhasználók, ez elég nagy növekedés, és akkor vegyük hozzá, hogy közben Indiában meg kitiltották őket. Tehát a TikToknak a térnyerése, a további térnyerésére számít mindenki, és hát itt a monetizációs lehetőségek azok növekedni fognak, ahogy te is említetted. Termékhivatkozások, shopping kiterjesztések és különböző olyan megoldások várhatók ezen a platformon, amelyel a streamereket igyekeznek maguk mellett tartani. Ezek a közösségi média szolgáltatások, mint a TikTok is, hiszen nekik érdekük az, hogy azok, akik tartalmat gyártanak, azok ezeken a platformokon gyártsák a tartalmat, hiszen ha őket követik, és ők jól keresnek, akkor itt fognak maradni, és akkor az vonzani fogja a további felhasználókat is, úgyhogy erre lehet számítani, indul a harc a streamerekért. Hű, biztató kilátások, csak nem a hozzánk hasonló vén szivarok számára, de kénytelen, keretlen, szerintem mi is rá fogunk erre úszni. Erre majd a Mihálovics András lesz a mi leslegeli TikTok arca. Biztos. Géza, nagyon szépen köszönjük nagyon neked. Nagyon tanulságos volt, mint mindig, köszönjük. Boldog szépen. Ünnepeket kívánunk nektek. Kellemes ünnepeket nektek is. Jövőre találkozunk. Így van. Köszönjük. Kalocsai Gézával beszélgettünk, a Jófogás és a használtautó.hu ügyvezető igazgatójával. Na, megtaláltad-e? E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. Üzletei online. Hamarosan jövünk vissza itt a Millás reggeliben, de csak Czoller Andi hírei után robbanásszerű növekedéssel számol a Gloster csoport 2025-ig, úgyhogy Szekeres Viktorral beszélgettünk a Gloster NRT igazgatósági elnökével. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, te mit nézel? Nem tudtad.